nem túl eredeti, hogyha azzal kezdem a beszélgetést Toma Krisztina megbízott könyvtárvezetővel, hogy gondolatok a könyvtárban. De hát gondolatok a könyvtárban, ami most üres pillanatnyilag, lentről gyerekhangok szűrődnek fel, tehát azért nem vagyunk teljesen magunk, de hogy a nyár az azért laikusként azt mondom, uborka szezon egy könyvtár illetében? Részben igen, részben nem, hiszen nyáron van ideje az embereknek jobban olvasni, hogyha optimálisan elmennek szabadságra, akkor az a bizonyos dédelgetett könyvállom, amit már egészen talán ősz óta hajtanak hónapról hónapra, annak eljön az ideje, és ezért nyáron is nyitva leszünk. Lesz egy nagyon kicsi megállás, hiszen az állományt mindig át kell nézzük, van, ami egy kicsit elavult, ugye folyamatosan új köteteket is vásárolunk, és hogy tényleg egy napra kész, használható állomány legyen, illetve maga a polcrend is olyan, amit néha meg kell javítani, igazítani, bár mindig mi tesszük vissza, de néha azért például a gyerekrészlegen előfordulnak ilyen kis érdekességek, és a könyvtáros akkor talál meg egy könyvet, hogyha a helyén van. Ezek olyan belső munkák, amiket a nyáron mi is el tudunk végezni. Előtte, utána pedig nagy szeretettel várjuk az olvasókat. Úgy foglalható össze, hogy nincsenek iskolai csoportok, ellenben több magán látogató érkezik, és többet is kölcsönöz talán. Többet is kölcsönöznek, hiszen valóban este 9-ig még világos van. Hál' Istennek itt sok kertes ház van, annál jobb nincs is, azt gondolom, mint egy jó limonádéval, vagy akár egy vörösborral kiülni este, és szépen olvasgatni. Egyébként, amit idéztem, hogy gyermek hangok, ének hangok szűrődnek fel, ez milyen foglalkozás? Alattunk egy osztályban. Régebben ez még folyóiratolvasó helyszín volt, aztán ahogy az iskola terjeszkedik, ahogy szerencsésen egyre több gyermek él a Herceghalomban, most így a második osztály foglal helyet. És ezt halljuk néha, viszont nekem nagyon kellemes, mert hallottam a karácsonyi készülődést, az anyák napi felkészülést. Most a pedagógus napi lehet most talán, van, igen, ballagás, igen. Stb. Stb. Úgy hallottuk polgármester asszonytól, hogy igen gazdag volt a programkínálata a könyvtárnak, hogyha ezek közül most így visszatekintünk, mazsolázna egy picit, miket emelnek ki, melyek voltak a legnépszerűbbek, és most elsősorban a gyerekközönségre koncentrálva. Úgy mondom, hogy a gyerekközönség számára egy rendszeres kézműves foglalkozás, ami szombatonként nyitvatartási időben van itt a könyvtárban, már megtanulták, hogy ez 10 és 12 óra között van, mivel népi játszóház vezető is vagyok, ezért agyaggal, gyapjúval és hasonló érdekes anyagokkal foglalkozunk, nem merül ki a színezgetésben ez az alkalom. Itt most már rendszeres visszatérők vannak szerencsére, a nagyobbaknak, illetve családoknak harangozóimra jött el, új kigyorsuló népművészettel foglalkozó, még a rádióban is lehet őt gyakran hallani. Aztán Elekes Irén Borbála egy nőtörténeti előadást, Orosz Rita, herceghalmi olvasónk, francia történelemmel kapcsolatos előadást tartott, és Heinzinger Mika, a Mistral együttes frontembere, ő pedig szintén egy beszélgetős estet, ez egyébként látható is a BKTV-n, tehát a mi honlapunkon is összegyűjtöttem az ezekről az eseményekről készült videókat, visszanézhetők. Ezek népszerűek, feltételezem, tehát nem kell lasszóval fogni az embereket, hogy jöjjenek, vagy volt egy időszak, amíg kvázi be kellett etetni, vagy járatni ezeket? Tulajdonképpen ez még tart, ez a bejáratos időszak, nagyon bízom benne, hogy ezek a programok sokak érdeklődését felkeltik, mert valóban Pest közelsége, az nyilván elviszi egy kicsit a kultúrára fogékony embereket, de az nem kicsi dolog, hogyha az önkormányzat biztosítja, hogy ide helybe is eljöhessenek olyan emberek, akik valóban országos hírűek. Milyen típusú könyveket vesznek ki nyáron az emberek? A könnyedebb irodalom felé, szép irodalom felé fordulnak inkább, vagy szakirodalom, ismeretterjesztés, utazás? Elsősorban egyébként valóban a könnyed szép irodalom, az nagyon vezet, de ugyanígy a történelmi jellegű könyvek, olykor az ütikönyvek, abban még majd egy kicsit frissítenünk kell, és a kétnyelvű könyvek. Már a fiatalok is keresik az angol nyelvű irodalmat, ugye a régi időkben ez így egy kötetben ügyesen megjelent, ilyesmiket is szerzünk be mostanában. Szakirodalomból
próbálom ezeket a mostani divatos fermentálás vagy a permakultúrás könyveket, ezek megtalálhatók az állományunkban. Ha valaki ugye étkezési problémákkal kell, hogy foglalkozzon, ahhoz is vannak remek szakkönyveink. Lehet mondani, hogy ezt az interneten is megtaláljuk. Azt gondolom, hogy egy könyv annyiból fontosabb talán, vagy hitelesebb, mert ott azért bármit nem írhat le az ember. Az interneten megtalálunk egy kérdésre egy választ, és annak a pontos ellentétét is. Hogyha már Vörös Martival indítottam Gutenberg albumba kapcsán, akkor hogy tapasztalja a könyvtárosként az internet térnyerésével? Csökkent, vagy változott valamelyest az olvasási szokás? Én meglepődtem, hogy mondta, hogy nyáron az úti könyvek népszerűbbek. Most már bármit, bárki beír a saját okostelefonjába, útvonaltervtől kezdve a látványosságokig, fényképpen minden ott van a legfrissebb, miközben én mondjuk a központi könyvtárból kikölcsönzök egy-egy úti könyvet, ahova épp utazom, legkorábbi mondjuk 2008-as. Minden megváltozott azóta. Jó Sok formán. Minden megváltozott, ez igaz. Van itt Herceghalmon kifejezetten egy olyan közönségünk, egy olyan olvasótáborunk, akik egy kicsikét próbálják mellőzni, főleg a gyerekek irányába a kütyüknek, a mindenféle elektronikus cuccoknak a használatát. És ez nekünk egy nagyon jó táptalaj, hiszen ahogy egyszer írtam is, vagy tettem ki fényképet, 2-3 évesen már hozzák a gyerekeket, így a gyerek abban az életében még nem is vehetne egyébként kütyüt a kezébe, de így szépen bele tud ebben nőni ebbe a könyvtárhasználatba, nem beszélve arról, hogy a legolcsóbb könyv is lassan 5-6 ezer forint, tehát nem mindegy, hogy valaki ezt kénytelen megvásárolni, vagy pedig egy értő használattal sok ember tudja még forgatni. Telefon nem vesztek a kezükbe, de az én kislányom, akit igyekeztünk távol tartani, most 8 éves, 2-3 évesen már a papucsát tette ide, mert látta apukától, anyukától. Egy kérdést engedjen meg még a végére, csak úgy kíváncsiságból, nem tudom, hogy mennyire az ön asztala. Tegnap vettem azt a hírt, hogy Írországban egy 20 ezer lakosú településen minden felnőtt és szülő úgy döntött, hogy 14 éves kor alatt nem juthatnak hozzá a gyerekek és a fiatalok abban a városban a mobiltelefonhoz, semmilyen okos eszközhöz. És hát ez ugye elindult. Még nem tudni, hogy milyen kimenete lesz. De nem szolgálnak ki például ilyen készülékkel gyerekeket, vagy talán annak is van ódiuma, hogyha meglátnak valakinek. Ön szerint Herceghalom alkalmas lenne egy ilyen kísérletre? Hát én tudnám támogatni, ez nagyon személyes válasz, ezzel viszonylag a kisebbséghez tartozom. A többség azt mondja, hogy a fejlődés töretlen, megállíthatatlan. Én azt gondolom, hogy meg kellene nézni a fejlődésnek az úti célját, a végcélját. Mert ha az az, amit éppen ma meg én olvastam ugye az interneten, hogy most már próbálják a könyvtári szolgáltatásokat is teljesen digitalizálni. Nálunk egy olyan könyvtár van, ahol még van olvasókártyánk, az olvasó aláírja. Ez egy kicsit direkt megmaradt a könyvtárnak, ez a régi, hagyományos módja, és egyébként kedvelik. Tehát aki eljön ide, mindenki azt mondja, hogy jó ez így, nem muszáj pittyegni, és a gyerekek idegrendszerének és az emberi kapcsolatoknak már látható, vizsgálatokkal alátámasztható, hogy nem tesz jót ez a digitalizáció. Maximálisan egyetértek önnel, ettől függetlenül azt gondolom, hogy kivéthetetlen ezen eszközök használata, főleg úgy, hogy már a fejünk fölött lebeg a mesterséges intelligencia. Nem tudom, én tényleg úgy nőttem föl, hogy még televíziónk is csak egy idő után volt, ugye a hétfői szünnapok. De nem azt mondom, hogy ez mindenképpen a követendő irány, azt mondom, hogy meg kell tapasztalni. És le kell vonni, hogyha valamiről látjuk, hogy nem jó, akkor azt sajnos be kell látni. Ha valamit tudunk használni, az internet is nagyon jó dolgokra lehetne használható, és a gyakorlatban ennek az ellentétét látjuk. Ez szintén egy rádiós információ, a mai gyerek 25 másodpercet néz meg. Ezt viszont órákon át teszi, és így az idegrendszerét, és a teljesen kikészíti. Egy tanár például ezzel nem tud versenyezni egy 45 percig tartó figyelem, az az egyik, a másik pedig a 25 másodperces gyors
butaság, bocsánatot kérek. Remélem, hogy sikerül megtalálni minden hozzáértő embernek az egészséges középutat, abból jót használja, és azért járjon el a könyvtárba a gyerek. Toma Krisztiánnak köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.